Ha magyarok nem tartanak össze, akkor az ország idegen hatalmak játszótere lesz. Erről Orbán Viktor beszélt a Kalocsa-Paks Dunahíd átadóján. A miniszterelnök hangsúlyozta, Európában háborús készülődés van, ezért az egységet meg kell őrizni. A kormányfő arról is beszélt, hogy Magyarország a békés építkezés korszakát éli. 50 perc helyett, immár negyed óra alatt el lehet jutni Paksról Kalocsára az új Tomoripál hídon át. A kétszer egy sávos, 946 méter hosszú építménybe 418 kilométernyi feszítőkábelt szereltek be. Ez kicsivel több, mint a Budapest-Pécs távolság oda-vissza. Kalocsa polgármestere Hilvi Géza az avató ünnepségen úgy fogalmazott, az új híd nagy segítség lehet Kalocsa és a térség gazdasági motorjainak felpörgetésében. A végső lökést a Paks 2 megépítéséről szóló döntés hozta meg, amely egyértelművé tette, hogy a térséget be kell kapcsolni ebbe a beruházásba. Szabó Péter Paks polgármestere hangsúlyozta, a fejlesztés nem csak településeket, térségeket köt össze, hanem kiemeli azt, hogy Paks immár 4 évtizede valódi hídszerepet tölt be, hiszen az itt megtermelt villamos energia csaknem 50%-ban működteti és összeköti az ország üzemeit, háztartásait és közintézményeit. Nekünk, paksiaknak ez a híd a holnap reménye, hiszen tudjuk, hogy ahogy a híd megépült, úgy az atomerőmű új blokkjai is elkészülnek, mely nem csak Magyarország energiabiztonságát, hanem városunk biztos jövőjét is szolgálja. Ha Paks fejlődik, akkor vele együtt a környék települései is előrébb jutnak, hívta fel a figyelmet a polgármester. Magyarország kormánya a békés fejlődés kormánya, Magyarország kormánya a híd építő kormánya. Magyarország a békés építkezés korszakát éli, emelte ki Orbán Viktor az ünnepségen. A miniszterelnök azt mondta, a Tomoripál néhai kalocsai érsek és magyar hadvezér nevét viselő új Dunahíd nem csupán a folyó két partját összekötő közlekedési műtárgy, hanem mementó, acélból és betonból készült óriási felkiáltójel. Arra emlékeztet bennünket, magyarokat, hogy mekkora veszedelmet jelent a széthúzás, különösen háború idején, tette hozzá. Kijelentette, ha nem tartunk össze, akkor idegen hatalmak játszóterévé válunk, országunk értelmetlenül pusztul, hosszú időre kiírjuk magunkat a történelemből, mert a sorsunk irányítását kiveszik a kezünkből. Ez a figyelmeztetés ma újra időszerű, amikor Európa a háború készülődés állapotában van. Az egységet meg kell őriznünk. Az egységet úgy lehet megőrizni, ha újra és újra kinyilvánítjuk. Éppen ezért most vasárnap, június 9-én a Nemzeti Egység nevében csak a békére szabad szavaznunk. A kormányfő a Kalocsa-Paks híd megépülését összetett, átgondolt, hosszú távra szóló országfejlesztési, országépítési terv részének nevezte. Azt mondta, a kormány feltett szándéka, hogy a Zalaegerszeg-Székesfehérvár-Kecskemét-Debrecen-tengely vonaltól délre minél több beruházást, ipari vállalkozást telepítsen, amihez utakra és hidakra van szükség.